kitartás, önfegyelem, céltudatosság, na és természetesen csapatmunka. Vannak olyan sportágak, amelyek ezeket a képességeket kifejezetten fejlesztik, ilyen a falmászás is, de vajon hogyan álljunk neki ennek a sportnak, milyen eszközök, felszerelések kellenek hozzá, és egyáltalában van-e értelme olyannak kipróbálni, aki még életében nem tett ilyet, ennek járunk most utána. Természetesen a kunstok világában nem kell egyedül eligazodnunk, segítségünk lesz ebben Grósz Ákos. Szia, mit kell tudni erről a sportágról? Hát a falmászást, azt igazából a sziklamászásból ered, és ugye a sziklamászók ezt azért találták ki, hogy amikor a télen a hidegben nem tudnak rendesen kimenni a sziklára mászni, akkor igazából ugyanazokat az útvonalakat másolták le, és gyakorolták a téli szezonban, és amikor jött a tavasz, akkor ki tudtak menni megerősödve, és próbálhatták újra. Manapság, hál' Isten, népszerűbb mondhatom azt a falmászás, mint a sziklamászás adódóan a körülményeiből, hiszen itt egy ellenőrzött körülmények között biztonságosan lehet űzni. De úgy építettük ki az utakat, hogy vannak 4 nehézség, és akkor igazából a zöld a legkönnyebb itt nálunk. Aki idejön és nem nagyon mászott még, őnek is alapvetően egy pár órás, vagy egy pár alkalmas gyakorlás után már ezek mennek, és utána jön a sárga, aztán a kék és a piros, amik már kifejezetten nehezebbek. Tehát főleg a piros az már ilyen több éves gyakorlást igényel és profi technikai tudást. Már egy cipővel gazdagabb vagyok, erről mit kell tudni? Tehát a falmászó cipőnek az a lényege, hogy ez úgy van kiképezve, hogy egybe tartja a lábat, és ezért az ilyen apró lépéseket is rendesen meg lehet tartani, tehát nem csúszik le róla az ember lába. Más eszköz is van nálad, lesz, és ő pedig? Így van, a beülő pedig ugye arról szolgál, hogy megvan az a magasság, ameddig föl lehet menni, tehát ez a nálunk a teremben 7,5 méter a legmagasabb pont, ugye ilyen 3-4 méterig szoktuk felengedni az embereket, ott van a biztonsági szivacs, erre lehet érkezni. Ezt is mindig elmondjuk, hogy hogyan kell érkezni, mert ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy megfelelően ugorjanak le az emberek, tehát ne lepotyogjanak. Magát a beülőt azt arra használjuk, ugye, hogy mikor mászik a mászó, akkor ezzel biztosítjuk, és hogyha bármi van, akkor ugye a beülő és a kötél fogja megmenteni az ő életét. Másodszára mászkói, a plusz a biztosító ember, mindig a biztosító ember indítja a mászót, tehát addig nem szabad elindulni. Bár ugye még én nem raktam össze az eszközömet, a potó eszköz, tehát ő a biztosító eszköz a Ghost, van többféle is. Van, a Ritánál is van egy az ilyen önbiztosító, tehát az így nem tud visszafele jönni. Az a funkciója, ilyen fogom, csinálok egy ilyen nyuszi fület. Okay, belerakom a kötelet, ez nagyon fontos, hogy a letörő kötélszár, tehát ez lesz a mászónak a része, ez pedig a biztosítószár. És akkor ugye, amikor én indítanak, akkor indulsz el. Nem kell csinálni semmit, fölmászol. Amikor fölérzi a tetejére, akkor szépen belülsz a kötélbe, és akkor én le foglak engedni. Az biztos, hogy fejben ott kell lenni ennél a sportnál, de gyakorlatilag úgy érzem, hogy ez minden izmot megmozgat. Igen, tehát az a különlegessége, hogy mondjuk az úszást tudom még ilyen sportnak, de ugye az meg egy más közegben van, ami ennyire átdolgozza az embernek az izomzatát. Tehát az, amikor a saját súlyunkkal dolgozunk, az egy, azt gondolom, hogy azért is értékes, mert teljesen arányos testalkatot tud kiépíteni. A másik, amiről fontos beszélni, az, hogy a mászás az ugye az ősember óta, tehát az ősidők óta egy ilyen természetes dolog. És
tehát az, a kisgyerekek is ugye, tehát egyből az, hogy másznak fára. Van egy olyan része is ugye, hogy a jobb és bal agyféltekének az összehangolása, vagy például az ilyen finom motoros mozgásokat segíti. Tehát ezeket a gyerekeknél is ugye ez a mászás, az mindig erről szól, hogy ott ezek kifejlődnek. Tehát erre van külön ilyen terápiás mászás, ami Magyarországon annyira még nem elterjedt, de a lényeg az, hogy minden izomcsoportot megmozgat, tehát egy ilyen jó zsírégetős mozgás. A sikerélmény garantált, és valóban minden izmomat megmozgatta a mászás. Próbálják ki önök is, legközelebb pedig ismerkedjenek meg egy újabb extrém sporttal, itt az Ittszer Sportmagazinban.